Lili Sulli meséi. A három pösze Egy asszonynak volt három lánya. Egyik formásabb, csinosabb, mint a másik, de mégsem akadt kérőjük, mert mind a három pösze volt, csúnyán, hibásan beszélt. Míg nem egyszer idegen faluból való legény állított be hozzájuk, és mindjárt azt kérdezte az asszonytól, van-e eladó lánya háznál. Van három is, felelte az. Jóra való legénynek odaadom, amelyiket választja. Leültette a legényt, feltette a tűzhelyre a fazekat, meg a nagylábos tejet, aztán beszaladt a szobába, és mondta a lányainak, hogy csinosítsák ki magukat, ügyesen forgolódjanak a vendég körül, de egy árva szó, nem sok, annyit se szóljanak. Tegyenek úgy, mintha szégyenlősek volnának, idegen férfi előtt nem mernék kinyitni a szájukat. A lányok úgy tettek. Nem szóltak semmit, csak mosolyogtak, ügyesen forgolódtak a legény körül, aki azt se tudta, hová legyen zavarában, boldogságában, hogy három ilyen szép lány közül választhat. Az öregasszony beszélt ötük helyett, csak úgy dőlt belőle a szó, és mikor látta, hogy a legénynek tetszenek a lányai, szíve majd kiugrott, és örömében minden egyébről megfeledkezett. Egyszer csak látja a legkisebbik lány, hogy fut a tej. Felugrik, és ilyetten kiáltja: Puta té! Pota, te a nám! A középső rászól szigorú hangon. Ne foly te! Nem tabad fólni! A legöregebb meg büszkélkedik. Ládd én, e tó, te tólok! A kérő kimerett szemmel bámult rájuk egy percig, aztán fogta a kalapját, és elment a kávét se várta meg.